Most hát a legfontosabb a következő AFCUP meccsünkön a visszavágón egyértelműen az, hogy kiharcoljuk a továbbítást. Ez a minimum elvárás a részünkről. A másik oldalról azt gondolom, hogy elvárható a csapattól, sőt kötelező lenne idegenben is nyerni. A harmadik dolog pedig az, hogy egy magabiztos győzelmeben bízok. Én nagyon remélem, hogy 20 gól alatt tudjuk tartani az ellenfelünket, az azt eredményezni véleményem szerint, hogy olyan 30 körül tudnánk lőni, mivel tudnánk aztán indítás lerohanás gól lőni. A másik oldalról viszont nagyon fontos az, hogy egy jobb játékot produkáljunk, hiszen nem lehettünk elégedettek az első mérkőzéssel. Én nagyon bízom abban, hogy koncentráltabb kézilabdát fogunk játszani, és magabiztosan győzünk idegenben is. Hétvégén a Hippo csapatához utazunk. Úgy érzem, hogy ezen a héten az előző meccsből tanult hibáinkat kijavítottuk, és most az idegenbeli meccsen ezeket kijavítva győzelmet arassunk, és megmutassunk mindenkinek, hogy jobb csapat vagyunk, mint a Hippo.